Esetételni közeledünk a ellenállás új időszakához. Igen, ez a sötétséget bizonyos értelemben sajnos jelképes, mert az országnak jelentős részében még sötétség honol, de egyre több fény gyúlik az éjszakában, ahogy most itt is egy-két lámpás felgyullad. És ugye ez nagyon fontos, ez a szerdai rendezvény, tehát nagyon szeretném, hogyha minél többen ott lennétek. Én ott leszek, és szólni fogok arról, hogy mi zajlik most éppen, a gyarmatosítás milyen új formája tombol Ukrajnában, hogyan próbálja a szervezett háttérhatalom Oroszországot körbevenni és térdre kényszeríteni. Mert Oroszországot térdre kényszerítik, onnét kezdve, mint az úthenger, végig mennek minden szabad népet, eltipornak. Erről szól ez a nagy terv, ezért vagyunk ott, hogy szolidárisak legyünk az oroszokkal, és mutassuk meg azt, hogy Krím az oroszoké, Kárpátalja a magyaroké. Végül pedig van egy harcos nő, akivel szinte nagyon sokat harcoltam, a legkismert 88 csoporttal együtt. Volt egy bátor vezetők, aki most is van, csak most nincs itt velünk. Kocsis Imre, egy kiváló ember, aki 4 éven át 2002 és 6 között szinte maroknyi emberrel együtt, ahogy Budázi Gyűrűjék is a saját útjukon szervezték a nemzeti ellenállás, rengeteg tüntetésük volt. Imrét is 5 alkalommal állították elő, de mind az 5-ször elértük a felmentését, és kártérítést harcoltunk ki neki. Ott volt az omorzós gesztényes kerti tüntetés, az volt a nagy precedens, amikor 52 embert állítottak elő, de mind az 52 ember felmentését elértük, és jó átételtet kaptak. És azóta is irányadó a rendőrség gyakorlatára nézve, Gresmik László kiváló ügyvéd kollégám, annak idején 2002-es Kempinski tüntetésen elért spontán tüntetés döntése, strasbourgi döntése máig iránymutató mindenki számára. Tehát most ezen a ponton azt kell elmondanunk, hogy 2003-ban is aktuális volt a függetlenségért küzdeni ma is, és ne felejtsük el, hogy a Fidesz, amely most itt nagy gyűlést tartott, és arról szórokolt, hogy küldjünk minél több embert belőlük, majd ők megrédik a nemzeti érdekeket, hát tudja meg az egész világ. Én jól ismerem az Európai Parlament működését, mert régóta figyelem és régóta segítem Krisztina munkáját. A szavazó listák előkészítésében is részt veszek, mert ott rejlik az ördög a részletekben. Na most én nyugodtan elmondhatom nektek, hogy az Európai Parlamentet jelenleg, tudjátok milyen nagy koalíció irányítja? A néppárt és a szocialisták. És lényegében mindent elvtelen módon, minden gyarmatostó globalizációs lépés a Fidesz egyaránt megszavaz a szocialistákkal, az a zöldekkel és a liberálisokkal együtt. Ez folyik ott, miközben ők szabadságharcról szónokolnak. Megszavazták a fiskális uniót, megszavazták a bankuniót, megszavazták a Lunacek jelentést, amely a homoszexuálisok számára abszolút túlzott jogokat biztosít, sőt, több messze-messze meghaladóan lehetőségeiket beemelni, kívánja őket a magyar életbe, a európai életbe, a hagyományos nemzeti közösségek jogait megtiporva. Igen, az ördög a részletekben rejlik. Az Oroszországot elítélő minden jelentést megszavaztak, közben viszont a paksi kibővítésről szóló szerződést csak ránk erőltették, ami viszont eladósítja az országunkat, és egy rossz technológiát, egy elavult technológiát próbál ránk erőltetni. Pusztán azért, hogy az oligarchák majd jól meggazdagodhassanak a kivitelezésből. Ebből nem kérünk, ezért ez tehát a tüntetés. Még egyszer szerdán 17:30, a Vajza utca 65, 35, bocsánat, orosz nagykövetség, orosz federáció nagykövetsége előtt, és most pedig akkor Magdit, Tölgyes Jánost, itt Magdit szólítom föl, hogy üzenjen nekünk egy rövid tanúságtétellel a nemzeti ellenállás szellemiségében. Hallgassuk meg őt szeretettel! Nem sokat, én kértem, hogy legyek az utolsó. Először is azért állok itt, hogy Gaudi Tamásnak a 2014. május 6-ai Kossuth téri a magyar föld megvédéséért tartott tüntetés kapcsán a lelkiismeret 88 csoport határozottan kiáll dr. Gaudi Nagy Tamás nemzeti jogvédő mellett, ügyvéd mellett. Gaudi Nagy Tamás egész eddigi munkássága a nemzetiért aggódott,
és ezért cselekel, azért cselekedni is kész ember életútját tükrözi. Rá nagyon is illik egy régi angol család jelmondata. Ne szavakat, cselekedeteket. A tüntetés után a hazáruló ember leköpése kapcsán röviden ennyit kívánunk megjegyezni, hogy aki szelet vett, az vihart arat. Gyáva népnek nincs hazája, és nem is lesz. Ezt pedig Balcó András mondta. Ez a kiállás a honlapunkon is fent van már. Másodszor azért vagyok itt, hogy ősi szokás szerint, amikor valami nagy munkához érünk, általában fohászkodni szoktunk. Általában ez a Istenünkhöz, boldogasszonyunkhoz fohászkodunk. Ha a gazda elindul a lovaival, a földekre, földekre, az ostorával keresztet vetett lovai elé. Hát mi is erre, enne nagy feladathoz, boldogasszony anyákhoz fohászkodunk, hogy anyai szeretetét terítse magyar földünkre, mert ő minden magyarok égi földi anyja és létének védelmezője. Most egy fohászt mondok, égi béke, szállj a földre, maradj velünk mindörökre, magyar népünk megmaradjon, égi fényben szaporodjon. Édes anyaföldünk megmaradjon, így legyen. Mivel az Istennel ilyen közvetlen kapcsolatba álló magyar hívő lelke a jóságra és a jóra törekvése alapozza meg a természet rendjének tiszta és egészséges szemlélettől nyugvó erkölcsöt, ez az erkölcstan nem szolgál vallás érdeket, hanem az Istentől irányított, tiszta lelki ismeretnek a szavát hiszi és tudja Isten szavának és Isten akaratának. Az én lelkiismeretem szava égi sugallatra indultam az országos EU elleni véres kard körútra 11 évvel ezelőtt, hazafias kötelességből, mert a hazám veszélyben volt. A múlt tüntetésen, ha emlékeztek rá, ebből még maradt egy kötegem a banyából, ezt ott szétszórtam a május 1-i tüntetésen. Ugyanakkor április 12-én a lelkiismeret csoport 8 helyen tört kampánycsendet, akkor a szavazás napján. Tehát ez szerint az ő törvényük jegyzőkönyvileg, hallottatok róla? Nem. Jegyzőkönyvileg törtük, tehát az ő törvényeik szerint is törvénytelen illegitim volt a szavazás. Ezt csak úgy mellesleg mondom. Ennek az írás azt hiszem fönn van a lelki ismereten. Ebből a szórólapból egy-két mondatot már akkor is beírtuk az EU nem. Magyar földet idegen kézbe, kiváló magyar élelmiszerek helyett hormonokkal és vegyszerekkel telt nyugatit. Önként vállalni egy újabb trianont. Megszavazni a politikusoknak zsíros pozíciókat, de a népnek rabszolgárát hozó európai uniós csatlakozást? Hát nem, nem és nem. Tehát akkor is nem elszavaztunk. És szerintem is menjünk. Az EU-ból ki kell menni. Hát ez a minden normális ember azt hiszem így gondolja. Hát szeretnék most egy ilyen példabeszédet felolvasni. A Mani Kelet Krisztusa Nyugat Buddhája című könyvből egy részlet. Volt egyszer egy gazdag mágus, akinek volt egy nagy juhnyája. Mágus nagyon fukar volt, nem akart felvenni sok pásztort, és nem akart kerítést sem építeni a mező körül, ahol a juhok legelésztek. Amikor a mágus a birkák közelébe ment, azok belenekültek az erdőbe, ott pedig vagy beleestek a szakadékba, vagy eltévedtek és más mezők felé kóboroltak. Tudták, hogy a mágus a húsukat és a bőrüket akarja. A juhok pedig nem szerették ezt. Végül a mágus megtalálta a megoldást. Meghipnozizálta a juhait. És elhitette velük, hogy halhatatlanok, és a levágás nem árthat nekik, sőt ez egy kellemes dolog a számukra. Majd a mágus elhitette velük, hogy jó pásztoruk, és szereti őket, hogy minden áldozatra kész értük.
Végül azt állította, hogy bármi is a történjék, majd velük az nem fog most megtörténni, ezért nem kell aggódniuk. Azután azt is elültette a juhok fejében, hogy ők valójában nem is juhok. Egyeseknek azt sugalmazta, hogy oroszlánok, másoknak, hogy sasok, vagy emberek, sőt mágusok. Így a juhok nem okoztak számára több fáradtságot, vagy gondot. Nem szöktek el, sőt nyugodtan várták, hogy a mágus megnyírja, vagy levágja őket. Ez a keleti mese tökéletesen ábrázolja és érzékelteti az emberek helyzetét. Az emberek nem látják, hogy mi vár rájuk, nem képesek helyzetükön átlátni, ezért semmit nem tesznek, hogy kiutat keresenek és találjanak. Ha látnák, mi vár rájuk, képtelenek lennének akár csak egy másodpercet is ebben a helyzetben maradni. Van kiút, de az emberek nem látják, hanem alszanak és nem képesek felébredni a hipnotikus álomból. Az a birka, amelyik oroszlánnak vagy varázslónak képzeli magát, valójában tovább alszik. Nem képes meglátni és ellenőrizni magát, hogy alszik-e, vagy ébren van. Nehéz felébredni. Hadd meg, testvér, a kiáltó szót, mert a történelem fejszéje már a magyar élet pályának gyökerére vettetett. Még egy idézetet. Merjél hazádban magyar lenni, napkelettől napnyugatig, és ha azt látod, hogy gyalázzák családod, hazádat, toppancs oda, hogy nem tűröm. Nincs annyi pénz, nincs annyi kincs, ami felérne azzal, amit őseink nékünk igaz szóval meghagyta. Hűség, bátorság, becsület. Ez a magyar lelke és vezérlő szelleme. És hogy mi az anyaföldünk, az az oltárunk. Én ezért most az anyaföldre letérdelek, és tendortárodat kérem, hogy add vissza szabad hazánkat nékünk. Magyarországnak, a boldog asszonyunkat. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez a szakrális üzenet mindannyunk számára világos, nem is kell ezzel magyarázni. Ezt nagyon jól tudják ellenségeink is, tudják, hogy a hazárulók is, a pásztorok is. Nem állhatom meg, hogy ne idézzek föl azért egy térhír.hu-n a leköpéssel kapcsolatban egy utolsó gondolatot. Kiköpött szemen kit? Ha egy délvidéki magyar párt elnöke az elvtársaival együtt folyamatosan fékezi a magyar autonómiáért vívott küzdelmet, ha nem hajlandó egy asztalhoz ülni a többi legálisan működő magyar politikai szervezettel, hanem csak a szerbekkel, ha tagadja a magyar verések tényét, ha szerb színekben indul a választásokon, és végül azzal a párttal lép hatalmi szövetségre, melynek vezetői nagy mértékben felelősek nemzettársai 90-es évekbeli méretetlen szenvedéséért, akkor ő nem köpte le az egész délvidéki magyarságot? Nem ő köpte le a délvidéki magyarságot? Sors furcsa vitája folytán most kaptam meg volt parlamenti asszisztensemtől Stefán Füle bővítési biztos hozzám írott levelét. Krisztinával januárban a bővítési biztossal tárgyaltunk közel 2 órát, és elmagyaráztuk neki bizonyítékokkal alátámasztott módon, hogy mi folyik a délvidéken, és milyen farkast kívánnak beengedni Bárányböörben, amely farkas azt kívánja elhitetni most mindenkivel, hogy ő az emberi jogok és kisebbségi jogok bajnoka. Bozók Janttal és a többi kiváló jogász és szakember bizonyítékait átadtuk neki, és erre válaszol a következőt írja. Kéri, hogy az átadott szórólap, egy szép színes szórólapot csináltunk, mert többek között tőle is szerepel egy idézet, hogy az Európai Unió nagyon figyelni fog a nemzetiségek jogaira. Azt mondja, hogy kéri, hogy erről távolítsam el erről a szórólapról az ő idézetét, mert félrevezető környezetben szerepel. És azt is mondja, hogy az Európai Bizottság nagyon odafigyel a szerbiai kisebbségekre, különösen pedig a magyar kisebbségre, ugye jelentést készítettek erről, és hát folyamatosan
próbálják elérni, hogy Szerbia javítsa az ő helyzetüket, stb. Bla bla bla. Tudjuk jól, hogy mindez hazugság, tudjuk jól, hogy a magyar nemzet kivéreztetésére játszanak. Mi pedig azért vagyunk itt, és azért voltunk itt, hogy a magyar nemzet megmaradásáért küzdjünk együtt a végső győzelemi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Isten óvés a Magyarországot! Zárásul pedig énekeljük el a szózatot, majd pedig a székely himnusz. Ki segít nekem? Székely zászlós fiatalembert, ha szabad, hadd kérjen fel ide a színpadra, hogy lobogjon itt büszkén a székely zászló a székely himnusz eléneklése során. Szent Trianon és minden olyan igazságtalan döntés, ami árt nekünk. Kérlek benneteket, hogy akkor tehát ilyen közleményszerűen még elmondom, hogy akkor tehát 16-án, május 16-án lesz a következő akció, az otthonvédők akciója, bankfegyelmező akciója a Nyugati téren Budapesten 16-án 8 órakor. Melyik más bank előtt nem, ha éppen a legmagyarabbnak látszó bank, Csányi Sándor bankja az OTP megregulázására kerül sor. Mindenkit várunk szeretettel, természetesen jogvédő biztosítást magam fogom majd munkatársaival a Nemzeti Jogvédő Szolgálat segítségével biztosítani. A nagy tüntetésünk május 26-án lesz, addig pedig vidéken váratlan rajtaütésszerű akciók várhatók, természetesen nem csak központilag szervezetten, hanem a helyi gazdák és a helyi otthonvédők közbenőttével. És akkor pedig most szerdán, ez most nem tudom, hogy ányadika, már fáradt vagyok, 14-e szerda, 17:30, Balza utca 35, az Orosz Föderáció nagykövetség előtt
szolidaritási, nagygyűlés, szolidaritási tüntetés, Oroszország, az önrendelkezés jogért küzdő kelet-ukrajnai oroszok, illetve a dél-ukrajnai oroszokkal szemben, oroszok mellett, akiket egész bestiális módon gyilkoltak meg, terhes anyákat folytottak meg, és égettek meg elevenen, és lőttek fejbe közvetlen közelerőt több tucatnyi embert. Hát ilyen demokratákat véd Európa, és ezeknek falaz a mostani kormány. A megbukott Bartoli Jánosra, akit szerencsére már el tudtunk zavarni, de még most állt fel, és most állt fel majd az új kormány. Úgyhogy van még feladatunk, de mi nem valami ellen harcolunk, hanem valamiért, a magyar nemzetért, az egységes, szent, oszhatatlan kárpát-berencei magyar nemzetért. Még egyszer, Isten vezesse Magyarországot, Isten óvjon benneteket, vigyázzatok magatokra, vigyázzon magunkra, olvassátok a gaudrohattamás.hu honlapot, terjesszétek, szórjátok a 12 pontot, a gazdatanácsok 12 pontját a föltörvényről, és kezdjetek ti magatokat is akcióba, ne várjatok arra, hogy minden központilag szervezetten történjen. Itt autonóm, felelősen gondolkodó magyar emberek összekapaszkodó közösségéről jelen szó, mert csak ennek van értelme, ez vezethet eredményre. Az egy központból irányított cselekvések ideje lejár, most minden magyar legyen egy cselekvő ellenálló sejt, hogy ne legyünk palesztinok saját hazánkban.